Ma már alig találkozni kapáló gazdákkal, a legtöbb mezőgazdasági munkát gépekkel végzik. Ennek köszönhetően jelentősen felértékelődött a mezőgépészet szerepe, írja a Krónika című lap. Sokan azonban azt gondolják, különösebb tudás nem igényel ezeknek a gépeknek a vezetése, és azt hiszik, sima B-kategóriás jogosítvánnyal bármire felülhetnek, vagy bármit vontathatnak. Az általunk megkérdezett autós iskola tulajdonos viszont rámutatott, ez csak néhány ilyen jármű esetében igaz. Nyilván ehhez tudni kell, hogy milyen a kocsija, egy könnyű pótkocsi, nehéz pótkocsi, miket akar vele mondatni, és ennek megfelelően különböző kategóriákban vannak besorolva. Minden kategóriánál ugye más van meghatározva, tehát aki ilyet szeretne vezetni, az nézze meg először, hogy ő maga mit szeretne, és válassza ki hozzá azt a kategóriát, amiből neki le kell vizsgázni. Elengedhetetlen tehát időben tisztázni, melyik géphez, milyen típusú vezetői engedély meglétére van szükség. A legelterjedtebb B-kategóriással sem csak személyautót vezethetünk ugyanis. Ugye a B-kategóriás jogismerényen megkülönböztetünk nemzeti és nemzetközi kategóriákat, de talán úgy a legkönnyebb megérteni, hogyha azt mondjuk, hogy B-kategóriás jogismerényen vezethetünk állati erőművet, járművet, kerti traktort és segédmotorkerepet, valamint ugye a B-kocsit, amit ugye általában ugye személykocsinak nevezünk, és ehhez is tudni kell, hogy itt is megkülönböztetjük a kezdővezetői engedélyt, illetve a nem kezdőt, illetve plusz még 750 kg-os könnyű pótkocsig, akkor, hogyha 3500 kg ösztömeget nem haladja meg, gyakorlatilag ezek azok, amiket vezethetünk B-kategóriával. Általános tévhit, hogy aki autót vezet, az traktort is irányíthat. Ez utóbbi ugyanis egy sok funkciót betöltő erőgép. A mezőgépek különböző beállításait pedig ismerni kell ahhoz, hogy a gazda jól dolgozhasson.